azért ez mégiscsak túlzás, nem? Ez a kijelentés, hogy a magyarok hazugnak nevezték Istent. Én még senkit nem hallottam, aki azt mondta volna, hogy Isten hazudott. Az igazság az, hogy én nem találkoztam ilyen emberrel, ilyen magyarral, aki azt mondta volna, hogy Isten hazudott. Sőt, én sem mondtam sosem azt, hogy Isten hazudott. Bárkivel szóba álltam, akkor is, amikor a testben, a testért éltem, én sosem mondtam azt, hogy Isten hazudott, mindig hittem benne, volt valami jó Isten, fogalmam nekem mindig az elmémben. És tényleg ilyen emberrel még sosem találkoztam, aki azt mondta volna így megfogalmazva, hogy Isten hazudott, ilyennel nem találkoztam. És látjátok, hogy ez pont olyan, mint a házasságban, hogy a férfi nem mondja az asszonynak, hogy drágám, nem szeretlek. Így szavakkal nem mondja, hanem szépen akkor, amikor elmegy üzleti útra, összefekszik egy másik nővel. A nő ugyanezt csinálja. Ő sem mondja a férjének, hogy drágám, én téged már nem szeretlek. Hanem egyszerűen, amikor van alkalma, elmegy a barátnőivel, közben nem a barátnőivel van, hanem egy másik pasival, összefekszik vele. Tehát akkor úgy a férfi, mint a nő, azt mondta az ő hitvesének, az ő házastársának, hogy drágám, nem szeretlek. De nem direkt módon, hanem indirekt módon, közvetve, diplomatikusan, mondjuk azt, hogy diplomatikusan. És ezt tette a magyar, drága embertársak. Ezt tette a Magyarország. Ezt tette a magyar nemzet. Nem közvetlenül mondta azt, hogy Isten hazudik, hanem közvetve, diplomatikusan, a konzervatív kereszténység nevében, a katolikus református vallás nevében, akár a hídgyülekezete nevében. Azt mondja most is, hogy Isten hazudik. Az emberekkel nincsen baj. Isten az, aki hazudik. Hogy mondja ezt? Közvetve, indirekt módon nevezzük Istent hazugnak. És ennek isszuk a levét. Ettől szenved a magyar nemzet. Ettől szenvednek a magyar gyermekek. És ezért nem tudja sem a férfi, sem a nő, hogy merre tart az ő élete. És ha bedobnak egy újabb járványt, botrányt, vírust, abban a helyben a képernyőt fogja nézni, és várja majd a jó tudó, egyik a főáramú tudósoktól, másik viszont az alternatív tudósoktól várja a megoldást. Miért? Azért, mert hazugnak nevezte Istent. Mert hogyha nem nevezni a magyar hazugnak Istent, bármilyen probléma van az ő életében, hozzáfordulna, mert neki van tanácsa, sőt, nagyon kemény kijelentéseket teszünk, hogy Isten ér és beszél. Több éven keresztül erről beszélünk folyamatosan, hogy Isten ér és beszél. Csodákat tesz, jeleket tesz, kérés nélkül. Álmokat ad, tanításokat ad, megértéseket ad, figyelmeztet, szembesít, játszik velünk, nevel minket, tanít bennünket. Erről beszélünk folyamatosan. És sokan hallották ezt. Sokan hallották ezt. És mit tettek? Hazugnak neveztek minket, és hazugnak nevezték azt is, aki által szólhatunk. Nem mondták azt, hogy a kiáltó szó hazudik, vagy Attila hazudik, vagy Tibor hazudik, nem erről volt szó. Ilyen senki nem mondott, ilyen nem hallotta, legalábbis én. Lehet, hogy mondtak, de ilyen nem hallottam. Úgy neveztek hazugnak minket, hogy nem hittek a mi szavunknak. Pedig úgy igazából, hogyha valaki hisz a mi szavunknak, ahogy mondja Jézus, az nem a mi szavunknak hisz, hanem azt mondja, hogy ne féljetek ti, miket beszéltek majd az emberekkel, az embereknek, mert úgysem ti fogtok szólni, hanem az atyátok lelke fog szólni ti általatok. Hogyha valaki nem hitt a mi szavunknak, nem hisz a mi szavunknak, nem nekünk nem hisz, hanem annak, aki minket elküldött, elhívott, és elküldött, és meggyógyított, és megbocsátotta a bűneinket, na annak nem hisz. Érthető, drága embertársak, hogy mit jelent az, hogy hazugnak nevezni valakit? Mert a mai civilizált társadalomban, modern európai társadalomban szabályok vannak, etikettek vannak, morális törvények vannak, meg minden. Senki nem mondja senkinek, hogy te hazug vagy. Még a kocsmában is ritkán történik meg, hogy egyik ember azt mondja másnak, hogy hazudik. Ugye így van? Nem igazán hallunk ilyent. Vannak illemszabályok, morális törvények, tehát ilyent nem mondunk. De mégis, ahogy mondtam a házassággal, közvetett
módon, nem közvetlenül, hanem közvetett módon, ahogy a férfi sosem mondja nőnek, hogy drágám, nem szeretlek, de mégis rendszeresen megcsalja őt. Ugyanúgy mi sem mondjuk Istennek, hogy nem szeretlek, azt sem mondjuk, hogy ő hazug, de mégis rendszeresen megcsaljuk őt. Igazából nem őt csaljuk meg, mert ő látja a mi életünket, látja a mi nyomorúságunkat. Saját magunkat csaljuk meg, emberek. Saját magunkat csaljuk meg. Konkrétabban miről van szó? Arról van szó, hogy hatalmas kijelentései vannak, hát amekkora ő, ugye, a mindenség teremtője, akitől ugye Jézus is jött és beszélt nekünk, figyelmeztetett bennünket, a proféták is jöttek. Hatalmas kijelentései vannak. Népszerű kijelentések, mert mindenki ismeri. Jézus beszél a mennyek országáról. Van mennyek országa. Hatalmas kijelentés. Azt mondja, hogy a test nem használ semmit. A lélek az, ami megelevenít. A beszédek, amiket mondtam néktek, lélek és élet. Törekedjünk a lelki kincsekre, és minden más megadatik. Ezt mondja az élő Isten Jézus által. Mi is ezt mondtuk az elmúlt években. És mégis mi történt? Hát amúgy nem mondták azt, hogy hazugok vagyunk, de ilyen hamis proféta, meg antikrisztus, meg ilyen egyéb jelzőkkel illettek, tehát ez gyakrabban megtörtént. Hát azt mondtuk, amit ő is mondott, és amit mellesleg meg is élünk valamilyen szinten, ki úgy, ahogy sikerül neki, megéljük ezt, amiről beszélünk, és mégsem hittek nekünk. Sokan hallották Covid alatt is, amiről beszéltünk, és nem hittek nekünk. Hittek a médiának, el vannak temetve. Többen hallották, nagyon sok ember magával vitte a kiáltó szót a sírba, a temetőbe. Hallotta, csak nem hitte. Biztos, ami biztos alapon az orvosokra figyelt, a média gurukra, az influencerekre, megmondó emberekre figyelt. Ahogy mondta Jézus, ha valaki a maga nevében jönne, és ajánlaná magát, mint egy ilyen maszek, privát, ugye, örömlány. Tehát, hogyha valaki a maga nevében jön, és ajánlja magát, hogy örömmel fogadjátok, befogadjátok. Ha valaki saját magát dicsőíti, az ő tudományát dicsőíti, őt örömmel fogadjátok, befogadjátok. De én nem a magam nevébe jöttem, hanem Isten nevében. És engemet nem fogadtok be, engemet hazugnak neveztek. Azt mondjátok, hogy ördög van benne, mert ez történt konkrétan. Velünk is történt hasonló, nem olyan szinten, mint Jézussal. Ha valaki a maga nevében jön, őt befogadjátok, örültök neki. Hogyha valaki az élő Isten nevében jön, aki az eget és a földet teremtette, és minden földön levőket, minden élőt, ha valaki az ő nevében jön, azt nem fogadjátok be. Mert hogyha nem gondolnátok, ha nem feltételeznétek a szívetekben azt, hogy hazugság, amit mondhatok, és amit mondhatunk néhány barátom, aki szintén beszél. Ha nem feltételeznétek azt, hogy hazugság, akkor hinnétek és örömködnétek. Újonganátok, hogy nektek volt lehetőségetek hallani. Nem mindenki hallott azt, amit ti hallottatok. Ne hittjétek azt, hogy mindenki hallott azt, amit hallhattatok a kiáltó szón. Azok a bizonságok, igaz történetek, csodatételek, tényleg hatalmas dolgok, megértések, tanítások, kijelentések. Ezeket nem mindenki hallotta. Tudom, hogy vannak, akik nem neveznek minket hazugnak, sőt, örömködnek, örömkönnyekkel fogadták a szavainkat. És jóságos Isten hűséges, meggyógyítgatta a szívüket, a lelküket, még a testüket is. Ilyen is volt. Ezért nem vagyok olyan túlságosan szomorú, de mégis szomorú vagyok, mert sokkal többen hallották ezeket a szavakat, ezeket a kijelentéseket, mint akik örömmel fogadták volna a jóságos Istennek az ajándékát, az ő gyógyítását. A testnek mindenki fogadta volna, mindenki fogadja. Azt mondja az Úristen, hogy te, meggyógyítom a lábadat, ne fájjon. Senki nem mondja azt, hogy jaj, nem kell. Nem. Meggyógyítom, elveszem, mit tudom én, a vesedaganatot. Senki nem mondja azt, hogy jaj, nekem nincsen szükségem. Viszont amikor azt mondja az Úristen, hogy te, meggyógyítom a lelkedet, mit szólsz hozzá? Jaj, az hozzá ne éri. Az hozzá ne éri. Nekem arra szükség van, abban a formában, hogy az van. Hát feltétel nélkül is szeretett, fogadja engemet olyannak, amilyen vagyok. Én gyilkolom az életet a hazugságommal, a képmutatásommal megtévesztem az embertársaimat.
és elvárom Istentől, hogy engemet fogadjon el olyannak, amilyen vagyok. Feltétel nélküli szeretet. Az igazság az, hogy Isten is fogadott. Elfogadott, mert adott 20 évet, 30-at, 50-et, 70-et. Kinek mennyit? El voltunk fogadva. De képzeld el, hogy te építesz valami szépet, csodaszépet, és tiszta ingyen adod annak, annak az örömét mindenkinek, aki azt meg akarja tekinteni. És azt látod, hogy nem örülnek annak, hogy te tiszta ingyen a rendelkezésükre bocsátod a szépet, a jót, hanem azt látod, hogy visszaélnek azzal, szétszedik, szétrombolják azt, amit teremtettél, amit ajándékba adtál. Akkor te mit csinálsz? Hagyni fogod, hogy folyton rombolják le a jót, a szépet? És akik örömmel tudnák azt fogadni, és örömmel tudnának élni abban, és azzal a lehetőséggel, amit te adsz nekik, ők akkor ne élvezhessék még ők sem, mert van, aki folyton lerombolja a szépet. Egyértelmű, hogy te is elveszed a kegyelmet, nem? Egy idő után azt mondod, hogy te ennyi volt. Többet nem adok. Kérsz tőlem pénzt, és én adok neked pénzt, mert nekem van pénzem. De amikor látom, hogy te folyton a pénzt az alkoholra költöd, a kábítószerekre költöd, akkor azt mondom, hogy te, én adom a pénzt neked, de ártok vele. Adom a pénzt neked, de ártok azzal, hogy pénzt adok neked. Úgyhogy többet nem fogok adni, hanem a csapot elzárom, szépen lassan kezdem elzárni a csapot. És abból fogod érezni, hogy a csapot kezdtem elzárni, hogy egyre gyengébb vagy, kezdesz megbetegedni, megy el az életerőt, az életkedved, és nem érted, hogy miért. És amikor hallasz valakit beszélni az igazságról, az élő Isten nevében, akkor kritizálod őt. Még van egy picike erőt, még van egy picike életerőt, és azt arra használod, hogy beszólj nekem, vagy beszólj azoknak, akik örömmel elmondják, ami történt, sem többet, sem kevesebbet. Persze néha mi is ugye elragadtattuk magunkat nagy lelkesedéssel, de azért odafigyeltünk arra, sőt, jóságos Isten odafigyelt arra, hogy azért ne mondjunk se többet, se kevesebbet, mint ami történt. Beszámoltunk hatalmas csodákról, szép dolgokról, szép tanításokról, kijelentésekről, vigasztalásokról, csodákról, hát igen, hatalmas jelekről is beszámolhattunk. Úgy, ahogy kaptuk, úgy adtuk is tovább. A kérdés az, hogy igaz-e ez a kijelentés, hogy a magyarok hazugnak nevezték Istent? Igen vagy nem? Ha nem nevezték volna hazugnak, akkor nyilván, akkor azt tapasztalnánk, amit mondott a mindenható Isten. Volna békesség, teljes öröm, volna reménység, nem volna félelem, nem volna gyűlölet, nem volna üldözési mánia, nem volna semmi, hanem teljes reménység volna. Nem félnénk a haláltól sem, betegségtől sem, semmitől nem félnénk, hogyha nem neveztük volna hazugnak azt, akit Isten elküldött, vagy a Krisztust, és akit ő is elküldött, az ő gyermekei, ugye az ő barátai, akkor nem volna ilyen probléma. Ez az igazság, emberek. Ez az igazság. Hazugnak neveztük a mindenható Istent. Emiatt szenved a nép, a nemzet. És persze, folyton lessük a Facebookot, amúgy tegnap is bizonságot tettem erről. Nagyon kemény kijelentéseket kaptunk arra vonatkozóan, hogy akik az internettől függnek, meg fognak balondulni. Az őrületben lesznek kergetve azok az emberek, akik az internettől függnek, és még mindig nem hallják az élő Istent az ő lelkükben. Ez fog történni. Tehát az, amit az amerikai filmeken láthattunk, ilyen zombi apokalipszis, szó szerint meg fog történni. Isten kegyelmezzen nekünk. A figyelmeztetést mi megkaptuk és átadtuk. Tudjátok jó, hogy különböző módon szólhattunk. Aki követte a kiáltó szót, hallgatta, tudja, hogy itt volt minden. Volt kedvesebb, lágyabb beszéd, volt kiáltozás, üvöltözés. Mindenfajta beszéd volt, hogy valamelyest lefödje az összes, tehát minden réteget úgymond lefödjön, akik hallgathatják. A legtöbben, akik megszabadultak, bevallották és beismerték, elmondták nekem, hogy rajtuk nem az segített, amikor olyan kedvesen, olyan lágyan beszéltem, mint például most is, ez nem segített rajtuk, hanem az, amikor tűzzel beszéltem, üvöltöttem, amikor még én is féltem, nem tudtam, hogy be vagyok golyózva, vagy pedig tényleg Istennek az akarata szerint beszélek. Végül kiderült, hogy nem golyóztam be, mert teljes békességem volt. Úgy aludtam, mint a baba. Én elmondtam azt, amit elmondhattam, amit kaptam jóságos Istentől. Utána pedig aludtam, mint a csecsemő a bölcsőben. Tehát ugye érthető, hogy az ember nem közvetlenül nevezi hazugnak Istent, hanem közvetett módon, udvarias módon, mondjam azt, lágyan, kedvesen, szerényen, mosolyogva nevezzük. Ahogy mondta Jézus, ez a nép az ajkaival tisztel engem. Hát de most már az ajkaival sem nagyon mezemberek szégyelik.
Ez az igaz, ezt szégyeljük őt. No. A kereszténység szégyeli Jézus nevét, ő tanításait. Ha butháról van szó, az egy hatalmas dolog, kocsmában, bárhol, vagy megvilágosodás, arról mindenki szel beszélni. De az Isten nevét, Jézus nevét, netán az ő beszédeit szégyeljük. Itt Gyergyóban, Gyergyótól egészen Svájcig, Svájctól egészen Kaliforniai, Kaliforniától Sydneyig szégyeljük az ő nevét mindenhol. Meg is látszik annak a gyümölcse. Ez a nép, hogyha még van ilyen is egyáltalán, az ajkaival tisztel engemet, a szájával tisztel engemet, de a szíve és a cselekedetei távol vannak tőlem, mondja mindenható Isten Jézus szavai által. Úgy nevezzük Istent hazugnak, hogy bár halljuk az ő figyelmeztetéseit, az ő fontos, amiről beszéltem az előbb is, az álmok, mindenki kap álmokat. És volt olyan, hogy üvöltöttem, torkon szakadtál, hogy emberek, aki kap álmokat, azzal nincsen semmi gond, az is Istentől van, figyelmeztetés arra vonatkozóan, hogy rossz úton haladsz, fordulj hozzá valamiképp, és ismerd meg az igazságot, legyél szabad. Olyan emberek, akik nem fordultak hozzá, azok is, akikben van egy csepp menthető lélek, ahogy mondja a proféta, pislákoló lámpa, lámpabél, vagy gyertyabél, vagy gyertyalánk, nem oldja ki, hanem akiben van valami menthető, Isten próbálja ezt megmenteni. Ezt teszi folyamatosan több ezer éve. És így gyűlnek azok a lelkek, akik nem csupán a Földön éltek, hanem a Földön túl is élni fognak. Szó szerint ez nem vicc, nem babon, ez nem csak Biblia, hanem ez Isten kijelenti mindenkinek személyesen, aki hozzá fordul. Tehát kaptuk a figyelmeztetéseket. Tényleg, több ilyen emberrel beszéltem, akik nem fordultak Istenhez, nem tértek meg az ő világi gondolkodásukból, gyarlóságukból, bűneikből, de mégis kaptak rengeteg figyelmeztetést, amiket figyelmen kívül hagytak, és a saját értelmükre támaszkodva embereket követtek. Ezt teszi az emberiség, most is a magyarság ezt teszi. Folyamatosan ezt teszi. Tehát ami nagyon fontos, hogy megértsük, hogy abban különbözik Istennek a kijelentése, amit adott Jézus által, minden más tanítástól, amivel találkozhatsz itt a Földön, hogy ő azt mondja, hogy a test nem használ semmit. Az ezotéria, a New Age, mit csinál? A testre épít. A testi jólétre, a földi mennyországra. Ez maga a sátáni gondolkodás, hogy az ember földi mennyországra épít, nem akarja meglátni, hogy egy elbukott állapotban van. És persze, hogy az embereknek sokkal kézenfekvőbb egy ilyen földi mennyországot hirdető guru, vagy mester, vagy bárki, mint az, aki azt mondja, hogy emberek, test nem használ semmit. Meg is engedem, öljenek meg. Én legyőztem a halált. Megismertem az igazságot, és legyőztem a halált. Bárki hallja az én szavamat. Bárki örömmel fogadja és cselekszi az én szavamat. Mindenki legyőzte a halált velem együtt. Ezt mondja az Úr Jézus, akit szégyel a magyar nép, hangsúlyozom. Tegnap írtam ki a Facebookra ezt a rövidke kiírást, hogy az érzelem igen, de az érzékiség nem Istentől való. Az érzelem igen, de az érzékiség nem Istentől való. Az ezotéria és a modern spiritualitás pedig az érzékiségre, a testiségre épít. Hangsúlyozom, a mai modern spiritualitás nem az érzelemre, az Istentől kapott érzelemre, aminek részét képezi a lelkiismeret is, ami szintén ajándék a mindenható Istentől, nem az érzelemre, hanem az érzékiségre épít. Az öt érzéki valóságra az stimulálja folyton. Erről szól a jóga, erről szólnak ezek az ezokurzusok. És arról beszélnek ugye, amit azt mondják, hogy keleti misztika, filozófia, test, lélek, szellem, egység. Emberek, én is hittem ebben, ezért próbálok alázattal beszélni. Ne vagyok külön, mint te, ne vagyok jobb, mint te, hidd el. Én is hittem ebben, test, lélek, szellem. Sőt, hogyha olyan hallottam, hogy te tantrikus szexel, az még könnyebben meg lehet világosodni, hát annál kézenfekvő tanítás nem kell. Ezért megéri kifizetni havonta 100 eurót egy ilyen tanításért. Mert testi embernek ez maga a mennyország, ez az ígéret földje. Tantrikus szex által meg lehet világosodni. Elérne mennyek országába. Az, amit úgy hív a Biblia, hogy ördög vagy sátán, az az érzékiség, a testben ragadtság, a földhöz ragadtság, a lélek tagadása, a felnőttiség, a keménység, a testi gondolkodás, na az, amit úgy hív az írás, hogy ördög. A sátán szó jelentése az, hogy megtévesztés, letéríteni valakit az életnek az útjáról, ez a sátán szó jelentése. Hogyan vannak az emberek letérítve az életnek az útjáról? A testiséggel, az érzékiséggel, ezotériával, New Age-el, ami átmosta a kereszténységet is. Ezért mondja Jézus a jelenések könyvébe, hogy parázna egy ház. A
parázna asszony, anya szent egyháza, ugye? Tehát ez a modern spiritualitás, ami az érzékiségre épít, a testiségre épít. Mivel az emberek azt hiszik, hogy az érzékiség Istentől való, most én olvashatnám a Bibliából, János írja ezt valahol valamelyik levelében, hogy ez a test kívánsága, meg az érzékiség az nem Istentől való, emberek, nem Istentől való, akinek igazi öröme van, ahogy mondja a Pál apostolnak, van öröme, jó lakásban és éhezésben, gazdagságban és szegénységben, szabadságban és börtönben, erőtettek bizonságot Istennek a gyermekei, hogy aki szabad, az valóban szabad, nem csak a jacuzziban, vagy egy jó gazdag szituáció családban. Aki szabad, valójában szabad, az mindenhol szabad. Ezt ne felejtsétek el. És erre a szabadságra hívva mindenható Isten. Testben vagy testen kívül, gazdagságban vagy szegénységben, jó lakásban vagy éhezésben, rabságban vagy szabadságban, minden, az, aki valóban szabad, lélekben szabad, hogy mondja Heltai Jenő, az sose rab, aki lélekben szabad. Az akkor is, ha koldus, nincstelen. Gazdag, hatalmas, mert bilincstelen. Hangsúlyozom, és féltően kiálltok. Hát néha úgy érzem, hogy most már kezd így elfogyni a fizikai erőm is, nem akarok olyan intenzíven kiáltozni, mint régebb. De ettől függetlenül az üzenet nagyon féltő, és mondjam azt, ilyen vészhelyzet jelentés, meg kiáltás, hogy akik még mindig az érzékiségben vannak, és azt stimulálják, evel a modern spiritualitással, amiről beszéltem a minap, azok az emberek beleragadnak a testbe, úgymond az ördögi gondolkodás, a testiség, a testtel való azonosulás, a testi identitás, az az ördögi gondolkodás. Ezért nem sokára borzalmas kínokat kell megéljenek azok, akik az érzékiségre építik az identitásokat. Ezt mondja az Élőisten. Féltőn kiáltok. Aki nem hiszi, amit mondok, hogy ez be fog következni, kérdezze Istent, de kérdezze alázattal, mint gyermek az ő térdén, és meg fogja kapni a választ. Teljesen biztos. Mit is szeretnék arról beszélni, még hogy hogy nevezi az ember hazugnak Istent, hogy nevezte a magyarság hazugnak Istent. Tehát azáltal, hogy nem hittünk annak, akit ő elküldött, azáltal hazugnak neveztük. Mert ha hittünk volna, akkor volna békességünk, mint mondtam. Tehát, hogyha hittük volna, azért nem hittük el, mert hazugnak gondoltuk magunkban, hogy ez hazugság. Ez meg akar minket ölni. Mi azt hisszük, hogy Isten ki akar minket rabolni. Mi azt nem hisszük el, drága emberek. Tehát, hogy így röviden összefoglaljam, hogy hogyan nevezi a magyar hazugnak Istent. Úgy, hogy hatalmas kijelentések vannak, amit kéne mondjanak minden templomban, minden gyülekezetben is, nem igazán beszélnek erről, mert azzal nem tudják bentartani az embereket a gyülekezetben, a vallásban. Azt mondja, hogy a mennyek országa az nem evés, nem ivás, nem szex, nem testiség, hanem igazság, békesség és Szentlélek által való öröm. Hatalmas kijelentés. Azt mondja Jézus, hogy a mennyek országa az olyan, mint a szántóföldben elrejtett kincs, hogyha valaki azt megtalálja, örömében, jó kedvében, mint egy gyermek, elmegy és megszabadul minden más kincsétől, hogy megszerezze azt a szántóföldet, ahol megtalálta az igazi kincset. Ilyen szép, gyönyörű képekkel beszél Jézus a mennyek országáról. Hogy olyan öröm van, olyan öröm az Istennel való kapcsolat az újjászületésben, amikor az ember újból gyermek lesz, a felnőtt újból gyermek lesz. Akkora öröm van ebben, hogy azt semmivel nem lehet összehasonlítani, amit valaha ismertünk mostanig, semmivel nem összehasonlítható. És ezt nem hisszük el, mert hogyha ezt elhinnénk, akkor ezzel foglalkoznánk, ezt keresnénk minden nap, éjjel és nappal, erről beszélnénk. És ahogy mondta Jézus, minden más, amire szüksége van a testnek, mert Isten azt is látja, hogy a testnek szüksége van egy kicsi kenyérre, meg valami kajára, meg ruhára, meg minden. Szóval minden megadatik. Erről is beszéltünk. Isten csodákat tett. Pénzt adott, és mindent, amire szükség volt, odaadja azt is. Tiszta ingyen, ha valakit az igazság érdekel, ráadásképp kapja azt, amire itt a Földön szüksége van. Ilyeneket tesz a jóságos Isten. Na ezt nem hittük el, tehát így neveztük őt hazugnak. Mert hogyha nem neveznénk őt hazugnak, tehát az a bizonyíték annak, hogy hazugnak neveztük őt, és nevezzük őt, hogy amikor halljuk ezeket a kijelentéseket, mi azok után továbbra is visszamenjünk a testbe, a testi dolgokba. És azzal foglalkozunk, és nem érdekel minket az igazság.
Nem érdekel minket az igazság. Így nevezzük őt hazugnak. Azt mondta a mester, hogy ha nekem hittek, és ti hisztek nekem, az én szavam bennetek van, nektek is hinni fognak. Tehát, hogyha valaki hallja mi szavunkat, és mi Istentől szólunk, és nekünk nem hisznek, akkor azáltal azt nevezik hazugnak, aki minket elküldött. Érthető? És akkor most mondok egy nagyon kemény dolgot, és úgy fog tetszeni, úgy fog ez tűnni, mintha nagyképüsködnék, vagy büszke lennék, vagy dicsekednék magammal. Hát azt sem tudom, hogy hány éve. Tényleg már nem tudom, hogy hány éve. Kiáltó szó már régóta van, de azelőtt már a szabad gondolatnak a végén bizonságot tettem az élő Istenről, Krisztusról, amikor találkoztam én is a feltámadás valóságával. Tehát sok éve viszonylag, sok éve, 7 éve, vagy 6, 7, 8, azt sem tudom, hogy hány éve tényleg. 7 éve biztos, több mint 7 éve. Folyamatosan bizonságot teszek az élő Istenről. Nem csak én, hanem mások is. Előttem is voltak, és utánam is jöttek. És láthatta a világ, hogy ezek az emberek nem úgy tanítanak, mint a világi mesterek, a világi tanítók. Nézd meg, elmész akármilyen kurzusra, bármilyen előadásra, bármilyen beavatásra, bármilyen tanfolyamra, mindenhol pénzt kérnek. Mindenhol pénzt kérnek. És akkor itt vagyok én, és még vannak rajtam kívül, többen vannak, hála Istennek, Kárpát-medencében, akik biztonságot tesznek az élő Istenről. Teljesen ingyen. Teljesen ingyen. Olyan dolgokat jelentenek ki, amiket nem hallasz sehol, korábban sehol nem hallottál. Persze misztikus mesék vannak mindenhol, amelyekhez Isten nem adja az erőt. Nincsen ottan semmi. Misztikus mese, az emberek tátják a szájukat, és annyi. De azt, amit mi jelentettünk, Isten azt megerőstette jelekkel és csodákkal. Olyan dolgokat mondunk, és mutathattunk meg az elmúlt években, amelyekhez tényleg Isten adta az aláírását, a pecsétjét, az életpecsétjét. És ezek után is, sokan úgy döntöttek, hogy elmennek inkább egy kurzusra. Indiában jártam, bejártam a félvilágot. Tehát, hogyha én világi módon akarnék tanítani spiritualitást, azt kell mondjam, hogy arra is sokkal inkább feljogosult lennék, vagy jogosult lennék, úgy érzem, mint nagyon sok tanító, akik milliókat visznek el az emberektől. Milliókat. Mert hogyha valaki járt a világban, én jártam. Amikor az emberek a pénzét robotoltak, meg voltak kötözve a programmal a fejükben, elengedtem mindent. Isten kegyelméből, ez a lényeg. Elengedtem mindent, nem volt semmi. Olyan dolgokat mutattam még Indiából is, mutathattam, amit az emberek nem láttak, hogy te, van egy ember, tiszta ingyen, pénz nélkül létezik, és bőségesen megvan mindene. És csodák történnek vele. És ha valaki látott, mert ha, igen, sokan mentek aztán végül Indiába is, keletre is, meg gurukhoz, meg mindenhova, innét Székelyföldről is, meg Magyarországról is, sokan kizrándokoltak. Mikor? Hát amikor a főnök elengedte, 2 hétre kimentek. És ezt nem nagy képűségből mondom, kérlek, bocsássatok meg nekem, hogyha netán olyan a hangsúly. Kérlek, bocsássatok meg nekem. Nem akarok senkit lenézni. Csak próbálom elmondani azt, hogy megmutatni, hogy én megkaptam azt a kegyelmet, hogy olyant cselekedhettem, olyan dolgokat csinálhattam, amiket jóformán a guruk, meg ezek a mesterek, akik úgymond tanítanak, nem csináltak. Szabadságban kimentek Indiába 2 hétre. Indiában sok jóga iskolát láttam én. A legtöbb iskola Indiában nem jóga iskola, hanem jóga oktatói. Hogyha azt írnák ki a bejárat fölé, hogy jóga iskola, akkor senki nem menne el. Tehát muszáj kiírják azt, hogy jóga oktatói. És akkor kimegy az ember innét Székelyföldről vagy Magyarországról, és 2 hét alatt elvégzi a jóga oktatói kurzust, tanfolyamot. Azzal meg hazajön és csinálja a jóga tanfolyamot. Ott voltam, emlékeztek. Folyamatosan beszámoltam. Gyönyörű fotókat készítettem. Folyamatosan beszámoltam arról, hogy miket élek meg a gondviselő Isten tenyerein. És igen, találkoztam. Volt alkalmam találkozni szemtől szembe gurukkal, mint mondtam a Dalai Lámával, akkor még élt Szai Baba, meg a társai. Tehát ha valaki tapasztalt, én tapasztaltam. Tényleg én tapasztaltam. Sokkal többet tapasztaltam, mint a legtöbb mester,
és guru, és tanító, aki magát spirituális tanítónak nevezi, itt a Földön, Magyarországon, sokkal többet tapasztaltam. És nem pénzzel vettem a tapasztalatokat, hanem megkaptam ajándékba fentről. Nem megvásároltam örökölt pénzből, lopott pénzből, vagy egy nagyon jó menő munkahelyen kaptam a pénzt, akkor kimentem egy hónapra, nem tudom én hova, és megvásároltam a kurzus, nem emberek. Éjjel és nappal zarándokoltam. Egyedül voltam, a jóságos Isten tanított már akkor is. Kaptam kijelentéseket. És azt akarom ezzel hangsúlyozni, hogyha valaki úgy érzi, hogy fel van jogosítva, hogy tanítson, és pénzt szedjen el az emberektől, olyan információ halmazokért, amelyekben van igazság is, de sok a hazugság és megtévesztés, akkor én sokkal inkább jogosult lennék arra, hogy tanítsak, és pénzt kérek az emberektől, és menjek, és előadások, meg minden, és szedjem össze a pénzt, és meséljek az emberekről, és beavassam őket, nem tudom én mibe. Miért? Azért, mert én többet láttam, mint ők. Mert én letettem az életemet. Érthető? Letettem az életemet. Én nem kíváncsiságból szabadidőmbe mentem, úgymond igazságot keresni, két hétben, amikor a főnök elengedett, hanem én úgy maradtam Indiában, amikor kimentünk, hogy elbúcsúztam mindenkitől, hogy drága barátaim, én nem mehetek haza. Meg volt a repülőjegyen vissza. Azt mondtam, én nem mehetek haza. Ez az új otthonom. Lehet többet soha nem fogunk találkozni. Ezt mondtam ott a barátaimnak. És nem jöttem haza. És felfogtam az agyammal, hogy lehet, hogy meg fogok halni. Sőt, voltam veszélyben is, mint mondtam. Voltam olyan állapotban, azt hittem, meg fogok halni. Azt hittem, hogy elkaptam ezt a, hogy hívják, sárgalász. Nepálban, nem tudom, milyen másik neve. Malária. És éreztem, szó szerint hallok voltam, éreztem, hogy kész nekem annyi. És el kellett engedjem az életemet. Kemény, engemet a jóságos Isten beavatott. Úgy nem mondom, hogy én vagyok a szupersztár, nem erről van szó. De kaptam beavatásokat. Nem vásároltam, nem pénzét kaptam. Nem pénzét kaptam, hanem kaptam személyesen a teremtőd kezéből, a mi teremtünk, a mi atyánk kezéből. És azt kell mondjam, amit Pál apostol mondott, hogy noha, ha valakinek van, amivel dicsekedni ezen a földön, spirituális értelemben, vagy bármilyen értelemben, mert tudományokat is ismertem, belementem mindenbe, akkor nekem bőségesen volna okom a dicsekvésre. Több okom volna a dicsekvésre, mint a legtöbb ember, aki pénzért megvezeti az embereket, tanfolyamokat tart, misztikus, ezoterikus tanfolyamokat, meditációs tanfolyamokat. Tehát sokkal több mindenem van, tapasztalatom, amivel dicsekedhetnék. De azt mondom, Isten kegyelme által, amit mondott Pál apostol is, hogy mindazt, ami számomra érték és kincs volt korábban, ami földi értelemben is sokkal több volt, mint a legtöbb guru és mester, amit fel tud mutatni. Van elismert olyan, hogy egyetemen tartottam előadást, és az egyetemnek a igazgatója, dékánja kiáltotta az elismervényt, hogy ott voltam, és egy értékes előadást tartottam. Nem dicsekedtem azzal. De csak úgy elmondom zárójelbe. Ilyen is van. Ezt felhasználhattam volna arra, hogy hazajövök, akkor tanítok én. De nem, te Isten nem engedte meg. Nem az én érdemem. A gyarlóságomból kifolyólag ez is megtörténhet volna. Nem az én érdemem. Tehát elmondhatom azt, amit Pál apostol mondott, hogy ha valakinek lenne oka arra, hogy dicsekedjen a testiekkel, a testi módon megszerzett dolgokkal, akkor nekem bőségesen van okom arra, bőségesen, de mégis mindent kárnak és szemétnek ítélek, mindent, amivel találkoztam valaha, mindent kárnak és szemétnek ítélek a Krisztus ismeretének gazdagságáért. Tehát több van nekem, mint a legtöbb gurunak, akik pénzen vásároltak valamit, diplomát, vagy oklevelet, vagy bármilyen technikát, több van nekem. Ajándékba kaptam. Letettem az életemet. Nem forinton vásároltam. Nem lejen, nem eurón vásároltam. Ajándékba kaptam. Több van nekem. És azt a többet is, azt kell mondjam, hogy arról a többről is, hogy kárnak és szemétnek ítélem a Krisztus ismeretének gazdagságáért. Mert az a gazdagság, az az ismeret, amit megismerettem akkor, amikor a jóságos Isten újjászült engemet. Ennek ellenére, és mivel, hogy ezt én mind ajándékba kaptam, ingyen kaptam,
és úgy is adtam tovább, ahogy Jézus mondta, hogy ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Egyfolytában ezt mondom, hogy minden videó végén ezt mondom. Én ingyen kaptam, ingyen adom. Akinek nem kell az ajándék, ingyen, az még vásárolja magának hazugságot, és vásárolja magának fájdalmat, brutális fájdalmakat és betegségeket. Nem tudok mást mondani. A szívem szakadt meg, amikor hallgattam azt az interjút a magyar szépség királynővel, aki ugye megbetegedett hirtelen, és különböző problémái voltak, és volt vele interjú, hogy akkor mi a helyzet vele, és elmondta, hogy mi mindennel próbálkozott. Különböző ilyen meditációk, meg jóga, meg minden, önszeretet, s bizott önmagában, s hit mindenkiben, s a vitaminokban, s a kemoterápiában, mindenben hit. Egy szó nem esett az élő Istenről. Végül pedig meggyógyult. Arról is interjút csináltak, hogy meggyógyult. És utána pedig hallom, látom a Facebookon, hogy el van temetve. Látjátok, emberek, hogy milyen, akkor igaz-e, hogy a magyar ember hazugnak nevezte Istent? Hogyha ő tiszta ingyen felkínálja most is, én nem azért beszélek ingyen, mert nem kérhetnék pénzt azért, amit teszek, mert mindenhol ez ugye így működött a világban, hogy pénzt kértek a tanításért, a kijelentésekért, minden guru meg mester, akár jóga, akár reiki, akár bármilyen jelmagyarázó, vagy misztikus, vagy varázsló, akármilyen tanfolyam, asztrológia, vagy bármi, mindenhol pénzt kérnek. És Isten nekem megadta azt a kegyelmet, hogy ingyen kaptam, hogy ingyen adhassam tovább. Akkor vajon jogos-e az ítélet, ami mostan következik Magyarországra, a magyar nemzetre? Tényleg, emberek, jogos-e, amikor tiszta ingyen felkínálta Isten a szabadulás? És látjátok, hogy sokféleképpen beszéltem. Olyan magas szintű kijelentéseket is adott Isten, amelyekkel én magam sem találkoztam sehol. Nem találkoztam. Ezt adta Isten. Hogyha valaki azt gondolta volna, hogy jaj, hát túlságosan buta, azért mond ilyeneket, akkor voltak ott olyan kijelentések, ami tényleg hatalmas és megfoghatatlan dolgok, de igazak. És beszéltem egyszerűen is, sokféleképpen beszélhettem, hogy minél több embert elérjek, minél több rétegben. És azt gondolják az emberek, hogy azért adtam ingyen, mert ez ócska. Nem, nem, drága emberek, nem. Tévedés történt. Azért adtam ingyen, nem azért, mert értéktelen, hanem azért, mert megfizethetetlen. Ezt senki nem vásárolhatja meg. Ezt valaki vagy megérti, ajándékban megkapja a jóságos Istentől, mint gyermek, vagy pedig a világ összes pénzével, gazdagságával sem vásárolhatja meg. Mert az üdvösség a mennyek országa, az ajándék. De csak a gyermekeknek, nem a felnőtteknek, nem a férfiaknak, nem a nőknek, hanem azoknak, akik gyermekké lettek. Akik nem felemelték magukat, hogy ők milyen iskolát végeztek, milyen tanfolyamokat végeztek, milyen könyveket olvastak, hanem megalázták magukat, mint a kisgyermek. Azoknak adja a jóságos Isten azt a kincset, amiről én bizonságot teszek. Sok éve, naponta, nem egyszer, nem is kétszer, legtöbbször naponta, háromszor, négyszer. És azért is adom ingyen, mert már ki van fizetve az ára. A legdrágább vérrel fizettek ezért, hogy én ingyen beszélhessek. És azon kívül, amire szükségem volt, mindig megkaptam. Megkaptam idegenben is, Afrikában is, Amerikában is, Indiában is. Megkaptam mindent, amire szükségem volt. Mert ezt mondta Jézus, hogy ez így fog történni, amire szükséged van, meg fogsz kapni mindent. Bőségesen, halmozott mércével, többet kaptam, mint amire szükségem volt mindig. És így ingyen adhattam folyamatosan. És ennek ellenére is nagyon sokan azt mondták, hogy jaj, hát ez csak így beszél így ilyen hobbi szinten. Te láttál olyan gurut, találkoztál olyan guruval, olyan mesterrel, akár pásztorral is. És most megint ugye úgy hangzik, mintha dicsekednék magammal, pedig nem. Ahogy mondja Pál apostol, ha dicsekszem, én akkor a Krisztus kegyelmével, Istennek a szerelmével dicsekszem. Nem az én érdeme. Ha nekem valaki azt mondta volna, ezelőtt egy néhány éve, hogy néhány éven belül lesz összesen hát több mint 4000 hanganyag, ugye 3900 környékén van leszámítva ugye a szabad gondolatban történt hangfelvételeket, azokat nem is számoltuk hozzá. Tehát 4000 felvétel. Ha valaki nekem ezt mondta volna, hogy lesz, ezt kell csinálni a következő évben, meg kell legyen az a 4000 felvétel, nem hittem volna. Biztos nem mentem volna bele. Hogyha valaki azt mondta volna, hogy naponta egyszer, vagy kétszer, vagy háromszor, vagy akár ötször is
élőadást indítsak, hogy minél több emberhez eljusson az örömüzenet. Nem hittem volna, és nem is vállaltam volna, megijedtem volna. Félve elfutottam volna. Ezért Isten nekem ezt nem mutatta meg előre, hogy mi fog történni, csak utólag. És igen, volt olyan, hogy amikor megértettem, hogy mi az, hogy kiáltó szó, én megijedtem. Elkapott a félelem, és le akartam törölni, meg akartam szabadulni tőle. De Isten nem engedte. Legyen hádott az ő neve, hogy nem engedte. Többször akartam szaladni, amikor megláttam a felelősséget, megláttam, hogy ez mivel jár, hogy már nem vagyok úgy szabad, ahogy korábban szabad voltam, hanem az igazságban vagyok szabad, és nem azt csinálok, amit akarok, nem azt mondok, amit akarok. Noha néha bele kerül az én gyarlóságom is egyes felvitelekbe, hanem azt mondom, amit a jóságos Isten mond. Van örömöm, van békességem, és remélhetőleg egy napon ki tudom mondani azt, amit Pál apostol mondott, hogy én a futásomat elvégeztem, a hit nemes harcát megvívtam, nemes harcot megvívtam, futásomat elvégeztem, a hitemet megtartottam, és végezetül pedig eltitetett számomra az élet koronája, amelyet megad nekem a mindenható Isten. A ma nemes bíró, ugye mondja Pál apostol. Tehát, hogy az én elköltözésemnek az ideje beáll. Biztos érezni fogom azt előre, hogy már kevesebb van hátra, mint előre. Bízom benne, hogy egy szép napon meg fog ez így történni, teljes békességgel fogok tudni elaludni ebben az elbukott földi életben, és felébredni abban az életben, amiről Jézus beszélt. Nem azért írtam ki ezt a címet, hogy megváltoljam a magyar nemzetet, magyarságot, vagy magyarok, akik hazugnak nevezték Istent. Mert persze, azok számára, akik ragaszkodnak a hazugsághoz, azok után, hogy Isten egyfolytában zörgetett az ő szívük ajtaján is, csodákat tett, megmentette őket számtalanszor, kereste őket, szólongatta őket, még azok után is ragaszkodnak a testiséghez, a test gondolatához. Azok számára ez vád, ez a cím vád, hogy igen, lehet, hogy rólad van szó, te vagy az, aki még mindig úgy döntesz, hogy vádolni akarod Istent, azzal, hogy hazug, hazudott neked. Mert hogyha nem vádolnád, ugye, ha hinnél neki, akkor nem neveznéd őt hazugnak, és volna a békesség a szívedben. Tehát ezt úgy mondom, amit mondok, hogy aki ezt hallja, ha van benne alázat, és megérti a logikáját ennek, hogy hogy neveztük egy életen keresztül hazugnak Istent, és ha valaki kimeri mondani, hogy én vagyok az, aki hazugnak neveztem Istent, tehát magára mindenki kimeri ezt mondani, hogy igen, hazugnak neveztem Istent, mert nem először hallok erről, amiről mostan beszél ez a srác. Nem először hallok erről. Csak nem hittem neki. Hát miért nem hittem? Azért, mert úgy gondoltam, hogy hazudik. Így van-e? Pedig emberek, tényleg. Tehát lényeg az, ha valaki ezt kimeri mondani magára, és alázattal hozzáfordul, teljesen biztos, hogy sok minden meg fog változni az ő életében. És lesz békesség ezen a földön, a hátralévő életében, és a túlvilágon is. Újból felolvasom azt, amit kiírtam a Facebookra, hogy egy érdekes rövidke kiírás, miszerint akit csak a betegség és a nyomorúság vesz rá arra, hogy Istenhez forduljon, és nem az igazság szeretete, még mindig törvényben van, és nem kapta meg azt a békességet, amiről Jézus beszél, amit örökön megtartott az ember. Tehát aki még mindig félelemből, mert Isten megengedi, ugye erről beszéltem többször, Isten megengedi, hogy valaki félelemből hozzáforduljon, hogy ilyet itt vél dolgoknak, és hogy ne veszten az ő élete, föld élete, akár a lelke. Istenhez fordul, de Isten többre hív. Szerelemre. Nem hiába beszél úgy Jézusról, Pál apostol, mint ő a vőlegény, és akik őt megismerték, ugye az az egyház, ugye az igazi egyház, az a mennyasszony, ugye. Tehát itten szerelemről van szó, hogyha az nem történik meg, akkor mi még mindig rukverszben megyünk hátrafelé, ez az igazság. Ami fontos az, hogy az igazság a legértékesebb kincs, mert szabaddá tesz mindenkit, aki megismeri és befogadja azt. Az igazság ajándék, emberek. Ez a lényege. Ezért nem tudják ma az emberek elfogadni az igazságot, mert megszokták, hogy minden pénzért van. A materialista, ateista, sátánista Európa az embereket erre idomította, hogy minden pénzért van, mindenit meg kell dolgozni. És akkor jön valaki, úgy hívják, hogy Jézus, azt mondja, hogy nem, tiszta ingyen van, ajándékba.
a mindenható Isten adja, de csak a gyermekeknek. Az asszonyoknak nem, a férfiaknak nem, a feleségeknek nem, a férjeknek nem, az igazgatóknak nem, a főnököknek nem, a királyoknak nem. Csak azoknak, akik megalázzák magukat, mert ez a kisgyermek itt mellettem, ahogy mondta Jézus. Na azok ingyen megkapják. Ezért nem fogják tudni sokan elfogadni az igazságot, és kárba vész a lelkük, amely örökön élhetne, kárba vész. Mert nem tudnak már gyermekké válni. Túl nagy a befektetés az agyukban, az értelmükben, a zsebükben, a ingatlanokban, hírnévben, reputációban, és így tovább, és így tovább. És ezért a hazug mammonért, befektetésért képesek odaadni a lelküket. És el is veszítik sokan sajnos. Az igazság ajándék emberek, viszont az igazság nem kötelező. Féltőn kiáltom, az igazság nem kötelező. A legveszélyesebb dolog, a legveszélyesebb jellemvonása az igazságnak az, hogy nem kötelező. Nem kényszeríti rá magát senkire. Az igazság nem kényszeríti rá magát. Ez nem mondom, a kommunizmus, vagy a diktatúra, vagy bármilyen földi rendszer. Nem kényszeríti rá magát senkire. Ajándék. Eképp nem mindenki fogja meglátni azt. Az igazság ajándékát csak azok kaphatják meg, akik már jól laktak a saját felnőttiségükkel. Hangsúlyozom. Az igazság ajándékát csak azok kaphatják meg, akik már jól laktak a saját felnőttiségükkel, és őszintén vágynak arra, hogy újból gyermekek legyenek. Ha ez nem történik meg a szívedben, nem fogod meglátni az igazságot sehogy sem. Sem a Bibliával, sem Biblia nélkül, sem vallással, sem vallás nélkül. A szerelem, hogyha nem történik meg, akkor nincs ahogy az ember meglássa az igazságot. Bizony-bizony mondom néktek, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, semmiképpen nem mentek be a mennyeknek országába. Némelyek, akik e szavakat hallják, figyelmeztetve vannak folyamatosan, Isten által, álmokban, de nem veszik komolyan. Figyelmen kívül hagyják ezeket a jelzéseket. Szeretteikkel, családtagjaikkal nem arról beszélnek, amit a lélek mutatott nekik álomban, vagy jelzésekben, vagy bármilyen módon, a Bibliából, vagy bárhogy. Nem arról beszélnek a szeretteikkel, hanem a testi dolgaikról, a testi szükségleteikről, a testi szokásaikról, a hétköznapi rutinról, a múltról és a jövőről, a terveikről. Eképp nem engedik a jóságos Istennek, hogy a lelkükhöz hozzáférjen, és megmentse őket a közelgő veszedelemtől. A veszedelem elsősorban a testet fogja támadni, de mivel, hogy egész életünkben csak a test dolgaival foglalkoztunk, a testtel azonosultak, ezért a test gyötrelme áttevődik a lélekre. Ez a veszélyes ember. Ezért hív a lélekbe a mindenható Isten, Krisztus által, aki őt megismeri személyesen. Lélekbe hív, mert a veszedelem kívülről jön, a testhez jön a veszedelem. De mivel a lelked teljes mértékben a testi léteddel azonosult, el fogsz veszni a testedet érő támadás, a lelkedet éri, áttevődik a lelkedre, és emiatt a lelked el fog torzulni, kárba veszhet a lelked emiatt. Ezért kiáltozunk már, azt sem tudom, hogy hány éve. Az olvasók között vannak olyanok, akik számára, mivel rendszeresen figyelmen kívül hagyták Isten hívását és jelzéseit. Ez lesz az utolsó figyelmeztetés. Ez volt az utolsó figyelmeztetés, mielőtt hirtelen bekövetkezne a veszedelem. Mint ahogy az elmúlt években is láthattuk, mi történt. Nagyon sok magyarok ezreire hirtelen jött a veszedelem, és semmiképp meg nem menekülhettek, mert embereknek hittek, nem ismerték az érő Istent, az ő szavát. S valahányszor hívta őket, ők megkeményítették a szívüket, elforultak tőle. Azt kívánom mindenkinek, hogy aki ezt hallott, ezt a felvételt, tudjátok jó, hogy én senkit nem magamhoz hívok. Sosem erről szólt a kiáltó szó, hála Istennek. Lehet, hogy soha nem fogunk találkozni ebben az életben. Ha valaki ezt hallotta, kívánom, hogy ne ő legyen az, aki már nem fog kapni több figyelmeztetést, és hirtelen fogja érni őt a veszedelem, és testben fogja érni, és nem pedig lélekben. Nem hiába mondta Jézus, hogy szüntelen imádkozzatok. Ugye először fontos az újjászületés, az, hogy megismerd az ő szavát, hogy tudjál fohászkodni, mint gyermek. És szüntelen imádkozz. Mit jelent, egy folytában mi atyánkat mondasz? Nem. Szüntelen lélekben vagy. Hallod az élő Isten szavát éjjel és nappal. Erről beszélünk folyamatosan, hogy Isten mindenkihez szól. Kivétel nélkül mindenkihez, aki keresi az igazságot, aki már jól van lakva a felnőttiséggel,
a saját felnőttiségével. Éppen erről beszéltem itten, hogy csak azok láthatják meg tényleg a dicsőséges dolgokat, akik már jól laktak az ő felnőttiségükkel, és vágynak arra, hogy gyermekek legyenek újból. És ezt megadja, ezt az ajándékot Isten mindenkinek, aki kéri tőle. De nem kényszeríti, nem kényszeríti. Teljes szívemből kívánom, hogy ne te legyél az a személy, az a felnőtt, aki megragad egy öregedő, betegedő, rothadó testben, és nem tud attól elszakadni, nem tud bekerülni a lélek örömébe, ahogy mondta Jézus az Atya örömébe. De ez rajtad múlik, mert Isten nem fogja kényszeríteni. Ingyenes az igazság, megfizethetetlen, hatalmas kincs, hatalmas ajándék, de nem fogja rád erőtetni. Ha te nem fogod kérni, nem fogod meglátni azt, ügyelj, mert lehet, hogy számodra nem lesz több figyelmeztetés. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!